Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A NAV-val a legtöbb embernek, hát, finoman tart tőle, mondjuk azt. Viszont rendkívül érdekessé tud válni az intézmény akkor, amikor lefoglalnak egy csomó-csomó érdekes autót, és nyilván vannak itt ilyen X4-es BMW-k, meg mindenféle érdektelen krumplik, de most hoztak néhány igazán különleges darabot. Hogy jut el valaki addig, hogy az autóját a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal lefoglalja? Gondolom ez azért nem úgy történik, hogy elmarad egy csekk és holnap már ott állnak a trélerrel a kapuban, hanem azért ennek van egy hosszabb folyamata. Igen, és ketté is lehet bontani, két irányba lehet elindulni. Egyrészt egy adótartozásos, egy adóigazgatási eljárásos. Ha valakinek mondjuk köztartozása van, adótartozása van, úgy gazdálkodott, hogy nem fizette be az adóját, és az felhalmozódik. Közben lehet részlegfizetést kérni, fizetési halasztást, kedvezményeket. Ezeket is mondjuk már kiaknázta és nem fizeti a részleteket, vagy mondjuk nem volt együttműködő a NAV-val. Tehát egy adóigazgatási eljárásban, ha adótartozás miatt azért, hogy mi elmenjünk és elhozzunk mondjuk egy autót, azért nagyon sok lépcsőn át kell menni. Tehát különböző kedvezményeket nem kell, vagy nem tud élni különböző kedvezményekkel, nem fizeti a részleteket, nem együttműködő, sorolhatnám. A végén van egy foglalás, és utána majd végrehajtás, árverezés. Egy másik irány pedig a vám és bűnügyi eljárásokban, amikor valaki mondjuk költségvetési csalás gyanújával áll a NAV előtt, és nyomoznak a kollégák, akkor pedig az államot ért, a költségvetést ért kárnak a fedezetére vagyonbiztosításként hoznak el autókat, akár vagy aranyékszert, vagy különböző luxus termékeket, mert nagyon sokszor a bűnözők ilyen terméke befektetnek. Ami engem a leginkább foglalkoztat, hogy amikor beesik hozzátok egy ilyen nagyobb értékű autó, akár egy ilyen kultúrált veterán, mint ez a Mustang, akármelyik, vagy például a múltkori a fokrémes túlsárnyalatú Lamborghini, akkor ezek más elbírálás alá esnek, mint mondjuk amikor egy Skoda Fabiát foglaltok le, vagy a hivatal számára ez is csak egy autó. Az elbírálás, és akkor kicsit leszűkítem, tehát van egy eljárási menet persze, tehát a büntető eljárásokban lefoglalt autóknak, hogy elvenezni lehessen, az egy másik eljárási metódus szerint működik, de ha már, és beszéljünk innen inkább erről, és szerintem erre vonatkozott a te kérdésed is, ha már fönn van az oldalom, mint elvenési tétel, akkor igazából mondjuk egy régi Lada Niva, vagy mondjuk egy ilyen nagyértékű autónál nincs különbség. Ugyanaz az eljárási menet, ugyanaz a ár meghatározás is, a kollégáim is akár magyar, akár külföldi oldalakat megnéznek, vagy ha mondjuk egy nagyértékű festményt hoztak be, akkor egy szakértőt rendelnek, annak a festmények mennyi lehet az értéke, eredetie vagy sem, vagy másolat. Akár mondjuk egy aranyékszernél megnézik, hogy tényleg annyi karáta, mint amennyit mondanak róla. Tehát egy szakértői vélemény is van mindig. Hogyha van szakértői, akkor pedig fönn van az árvesi tételnek a dokumentumai között az oldalon. Így történik az árnak a meghatározása, és így tesszük föl a árvesi oldalunkra. Ott látható majd a becsérték. Ez itt egy 66-os Cabrio Mustang. Na most a Mustangról nagyon sokan azt hiszik, hogy az egy sportautó, de nem. Főleg Amerikában, amikor bemutatták, az egy úgynevezett pony car volt. Ugye a pony car az nem muscle car, tehát nem izomautó, nem sportautó, mint mondjuk a Corvette. A pony car az fiataloknak szánt, kompakt méretű, olcsón megvásárolható, azért kicsit sportos, de leginkább egy ilyen valamiféle kellemes életérzés sugalló, szórakoztató kis kupé. És tényleg, amikor ezt az autót bemutatták, 64,5-ben, ugye az első évjárat a Mustang 1964,5 a New York-i világkiállításon, akkor 22,000 darab rendelés érkezett belőle, és hát a Ford egész egyszerűen nem tudott belőle elég sokat gyártani. Ez az autó tényleg egész egyszerűen mindent lesöpört. Volt még valami csesznye 6-hengeres motor az elején, de utána már csak V8-osokkal lehetett elérni, ez itt pont egy 4,7 literes, 270 lóerős automataváltóval. Nagyon érdekes, hogy 1966-ban járunk, tehát még fel kellett tüntetni az autókon, hogy ez bizony tárcsafékes, és ott van a fékpedálon a felirat, hogy disc brake. Az ős Mustangnak két magyar vonatkozása is van, az egyik a tervezésben részt vett József Oros, egy magyar származású mérnök, valamint a Mustang logót, az eredeti Mustang logót Keresztes Károly szobrászművész faragta ki, hát nyilván először fafaragások készültek, és abból választották ki a végleges vágtázó lovat. Ha már a lefoglalás ténye ugye tudott, onnantól kezdve az autó eredeti tulajdonosának van még esélye visszavásárolni, vagy már ilyenkor, már mindenképpen csak az árverés játszik? Az árverésnél, az adós eljárásoknál mondjuk maga a árverésen megszerezni azt a tulajdont, azt ő nem teheti meg. A büntetőjárásoknál kicsit másabb a dolog, hogyha előzetes értékesítést
folyamatban van a nyomozás, még nincs lezárva, nincs bírósági döntés, akkor előzetes értékesítése van lehetőség, pont azért, hogy ne romoljon el mondjuk az autónak az állapota, ne érjen sokkal kevesebbet több év múlva, mire lezárul mondjuk egy eljárás. Húzódhat több évig egy eljárás. Húzódhat akár. A nyomozásnak is van egy szakasza, az 1-2 év, de a bírósági szakasz is elhúzódhat, tehát az is lehet sokkal több, mire megtalálnak mondjuk mindent. Van még itt egy 69-es Mach 1 is, amivel egy picit bajban vagyok, mert az adatlapjára ugyanazt írják, hogy 5 literes motor van benne. Amennyire én emlékszem, a Mach 1-eseknek a legkisebb motorja az 5-8-as Windsor volt, a legnagyobb pedig a 7 literes Super Cobra Jet. Na most ennek az autónak a szelepfedelén van egy Ford Racing felirat, tehát elképzelhető, hogy ez valami később belekerült, kisebb, de talán erősebb vagy modernebb motor. Ezt nehéz megállapítani, ettől függetlenül ez az autó egy nagyon szép munka, nagyon szépen állították helyre, szépen futnak az illesztések, gyönyörű a fényezés, és ebben bár utólagos, de van benne még légkondi is. Mind a két autó fent van a NAV árverési oldalán, ugye ezért vagyunk itt. Na most az az érdekes, hogy ennek 22 millió a becsértéke, és 11 millió az a legkisebb ár, amennyiért meg lehet vásárolni, kvázi innen indul majd a licit. Ennél az autónál pedig 11 millió forint a becsérték, és 5,5 millió a legalacsonyabb ajánlat. Na most az a helyzet, hogy megkérdeztem egy amerikai autókkal évtizedek óta foglalkozó szakértőt, aki ad, vesz, restaurál, behoz, és ő azt mondta nekem, hogy azért tartja érdekesnek ezt az árképzést, mert ez egy sok tekintetben értékesebb és a gyűjtők által vágyottabb autó. Tehát itt azt mondta, hogy nagyjából a legalacsonyabb ajánlatot tartja reálisnak, tehát nagyjából ezt a 11 millió forintot, ennél az autónál viszont helyén valónak találja a becsértéket, hogy ez tényleg ér annyit, amennyire itt a NAV szakemberei felbecsülték az értékét. Nyilván lehetnek még más tényezők is, amiről nem tudunk, de hogyha ez a két autó a piacon lenne, akkor valószínűleg pont fordítva alakulna az árképzésük. Nagyértékű autókról is szó van, főleg mondjuk idősebb nagyértékű autókról, amiknek mondjuk 2, 3, 4, 5 év állás drámaian csökkenti az értékét. Azt mondtad a legutóbbi beszélgetésünknél, hogy a NAV-nak érdeke az, hogy ez a pénz, ami esetleg illegális tevékenységből származik, vagy esetleg adózás elmaradásából esett ki a költségvetésből, mi hamarabb visszakerüljön. Nem probléma az, hogy egy ilyen autó ilyenkor elbukja a hosszú eljárás során az értékének a 60-70%-át? Pont ez a lényeg benne, azért van előzetes értékesítés. Tehát, hogy mondjuk, amikor bekerül hozzánk az autó, akkor ne álljon bent 6 évet, hanem rögtön, közel rögtön lehessen értékesíteni, pont azért, hogy minél nagyobb összeg tudja csökkenteni a költségvetésnek okozott mértéket. Értem. Meghatározták az árát, közeleg az árverés napja. Aki esetleg szeretne jó dílt csinálni, ő ilyenkor tudomásom szerint megtekintheti az autót előtte. Igen, sőt, majdnem minden esetben szerintem ő van lehetőség személyes megtekintésre. Ez is szintén az árverési oldalon található tétel kiírásnál látható, hogy mettől meddig lehet elmenni és lehet megnézni személyesen. Azért is fontos egyrészt, hogy a NAV nem vállal garanciát ezekért az autókért sem, és más tárgyakért sem. Tehát a nem látható hiba, a rejtett hibákért mi nem vállalunk felelősséget. Mondhatom úgy, hogy kapu garancia van nálunk, tehát ahogy a kapun kitolod, onnantól kezdve nincs olyan, hogy visszajövök a bolthoz. Tehát mindenkinek a saját felelősségére tud itt licitálni, ezért van személyes megtekintés, ki lehet menni, meg lehet nézni az autót, körbe lehet járni, és lehet látni, hogy tényleg valóban megéri-e mondjuk arra licitálnia, vagy sem annak az illetőnek. Ugye, ahogy arról szó volt, a Mustang az a pony car, és eszméletlen siker lett, ezért a többi gyártónak is el kellett kezdenie szórnia a hasonló megfizethető sportos fiataloknak szánt autókat. Ez itt most egy 81-es Pontiac Firebird, ami az amerikai autóknak egy kevésbé dicső korszakából származik, ugyanis a nagy és nehéz géptető alatt itt most egy 5 literes V8-as van, az olajválság és a megszorítások által kicsit megfojtva, kicsit nagyon. Ez az autó 148 lóerős, vagyis 3 lóerővel erősebb, mint az 1.8-as MX-5-ön, ami hát nem gyors. Tehát elképzelhetjük, hogy ez az autó milyen lehet ezzel az automataváltóval. Most az ízlés dolga, hogy ez a karosszéria hogy néz ki, egy veterán autó árképzésénél sokszor belejátszanak az érzelmi szempontok. ugye mindenki látta Burt Reynolds-szal a Smokey és a Banditát, ott ugye volt hatalmas Firebird matrica az autón, de összességében én azt gondolom, hogy ez azért nem egy annyira vágyott típus. Na most ennek az autónak a becsértéke 7 millió forint, 3,5 millió forint a legalacsonyabb ajánlat. Ahogy én néztem, nagyjából 10-12 ezer euró környékén lehet hozzájutni egy ilyen szebb 81-es példányhoz, tehát itt is valószínűleg az alacsonyabbik, az ajánlati ára az, amelyik
megáll. Tehát, hogyha az előző tulaj úgy érezte, hogy még azért a sebességváltót kimenti a foglalás előtt, és mondjuk nem tudok alá nézni, mert egy ilyen modernebb burkolt autóról van szó, akkor simán vehetek egy autót mondjuk hiányos állapotban. Ahogy behozzák hozzánk, azért kollégák látják, hogy saját lábon jött be, ment a motor, tehát hogy működőképes volt-e. Nem tudom, előbb mondtam el egyébként, hogy a büntető eljárásoknál előzetes értékesítése van lehetőség. Olyankor egyébként kimegy egy határozat magának, annak az embernek, akitől lefoglalták, hogy ő megválthatja ezt az autót a vecsértéken, azért az értéken. Tehát, hogy akkor igazából oda visszakerülhet, de akkor ki kell fizetni az összeget, ami van, és önmagában akkor ezzel csökkenti a költségvetésre okozott kárt is. Értem, csak arra próbáltam kiukadni, hogy, tehát, hogy annyira nagy lyukrafutás azért nem történhet, mert hogy ezeken a kis hirdetési árverési adatlapokon feltüntettek, hogyha az autó járóképes, nem járóképes. Igen, törzskönyv van-e hozzá, indítható állapotban volt-e, törötte a szélvédő, forgalmi engedély hol van, esetleg leadták a kormányhivatalnál, tehát igen, minden fontos dolgot, amit tudunk, azt közé teszünk, tehát annyira lyukrafutni nem lehet. Nagy értékű autóknál pedig egyértelmű, hogy azok egyébként működőképesek voltak, hiszen használták őket. Beszéljük még meg kérlek a becsérték és a minimál árnak a viszonyát. Tehát a becsérték az, amit mondjuk az általatok, a ti kollégátok, aki ezzel képben van, vagy az általatok meghívott szakértő megállapít egy, nyilván a piaci folyamatokat figyelembe véve, megállapít egy becsértéket, mondjuk teszem azt most ennél a narancssárga Mustang GT Cabrio-nál, amiről ez a videó is szól többek közt, ott 21 millió forint a becsérték, és ennek a fele 10,5 millió forint a, hát nevezzük minimál árnak talán, ez a, hogy értető legyen mindenki. Első érvényes licit. Első érvényes licit. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy megvenné 10 millió hétért, és nem érkezik nagyobb licit, akkor ő elméletileg ennyiért hozzájuthat. Igen. És nem csak ennél az autónál, az ingóságoknál úgy működik, hogy a becsértéknek az 50%-a, vagy a becsértéknek az 50%-át elérő licit, az már érvényes ajánlatnak tekinthető, és el is viheti a tételt, ha nincs nála nagyobb. Nem csak 60 éveseké a világ, itt van például egy új Mustang is, az éppen kifutott szériából, ugye pár hónapja mutatták be ennek az utódját. Ez egy 5 literes GT, ráadásul convertible, vagyis nyitható tetejű cabrio, és ez nekem egy nagyon kedves autó, mert ott voltam a bemutatóján néhány évvel ezelőtt, és ez volt az első Mustang, amiben őszintén azt éreztem, hogy ezzel már lehet veretni egy jót. Pilot Sport 4, gumi van rajta, van neki 6 dugattyús Brembo féke. Itt már elég erősen átdolgozták a Coyote V8-ast, amit már 450 lóerős, 4 vezérmű tengelyes, 7000 fölé forog. Ezzel az autóval egy nagyon jót lehet autózni, európai értelemben. Nem csak ahhoz képest, hogy amerikai, hanem úgy tényleg. Tehát bátran oda lehet vele állni élmény tekintetében az európai vetélytársakhoz. Ráadásul ez az egyik legjobb szín, a Fury Orange. És meg vagyok érte veszve. Én valószínűleg inkább kupét vennék kéziváltóval, ez itt egy automata cabrio, de valószínűleg sokaknak ez az autó krúzolni kell, meg hogy bubogjon alattuk a V8, azt tökéletesen tudja. Tényleg egy jó élmény az autó. Ennek a becsértéke 21 millió forint, ami nagyon vicces, mert ha jól emlékszem, a bemutató környékén ilyen 16-7 millió környékén mentek, nyilván azóta durván elszálltak az árak, csak hogy meglegyen, hogy mennyire. Én most az első kabriót, a Hahun, ebből a szériából, ezzel a motorral, ezzel a váltóval, én 24-5 millió környékén találtam. Tehát itt mondhatjuk, hogy nagyjából reális a becsérték, ugye ennek is van egy minimál ára, az 10,5 millió forint, innen indul majd a licit, de azt fontos hozzátenni, hogy ennek az autónak német papírjai vannak, tehát hogy ezt még majd honosítani kell, hogyha amerikai lenne, akkor ez okozhatna problémákat, mármint hogy akkor egy kicsit hosszabb a bürokrácia, viszont így, hogy ez egy európai modell, így nem gondolnám, hogy különösebben komoly gondot jelent majd a forgalomba helyezés. Hogy alakul tapasztalataid szerint az utóbbi években? Mert ugye előbb itt mutattad nekem ezt a papírt, ahol a Lambo például nem érte el azt a becsértékben megadott talán 90 millió forintos árat, ha jól emlékszem, annyi volt. Igen, nincs meg, de egy kis puska simán lehet. A Lamborghini-nek volt 94 millió forintos becsértéke, és az 71 millió forintért talált új gazdára. Viszont volt egy Aston Martin is, annak 60 millió forintot a becsértéke, és 105 millió forintért ment el. Tehát, hogy a piaci folyamatok, az éppen aktuális értékek egyébként azok kirajzolódnak. Tehát, hogyha mondjuk fölteszünk egy autót 12 millióra, de valamiért van rá érdeklődés, a simán el tud menni akár a duplájára is. Milyen tendenciát látsz most akár csak a gépjármű foglalások tekintetében, hogy
tisztul az adózási rendszer, és kevesebb szükség van ilyen jellegű megmozdulásokra a hivatal részéről, esetleg ez konstans, vagy romlik a helyzet ilyen szempontból, gazdasági trendeket is figyelembe véve akár. Ez mindig változó egyébként. Nagyjából azt látjuk, hogy a végrehajtásokból egyébként milliárdos összegek jönnek be a költségvetésbe. Ez egy ilyen stagnáló, ha azt nézzük. Vannak olyan bizonyos időszakok, amikor nehezebb mondjuk valakinek a gazdasági helyzete, akkor egyértelmű picivel több tartozást halmoz fel, akkor nagyobb lehetőség van egy vagyontárgyat elveszíteni, mert mondjuk aztán valaki nem tudja kifizetni a hozzátartozó adóterhet. Nem hozzátartozó, de igen, saját magának az adóterhét, ezáltal foglaljunk kocsit, tehát ugye elmondtam. A bűnöldözésnél szintén vannak trendek, vannak olyan termékkörök, amire követnek el mondjuk régen azt mondjuk, hogy áfa csalást, tehát költségvetési csalást. Nem lehet ezt így kimondani, hogy nő vagy nem nő. Az egyértelmű egyébként, hogy a gazdaság olyan szinten tisztul, és a legtisztább erre az áfa résnek a megnevezése. Az áfa rés az azt nevezzük, ami mondjuk, tehát az áfa rés az ami nem folyt be a költségvetésbe, az az áfa, amit az ollónál kinyírt, amit nem fizettek be, tehát az ugye eltűnt. Ez most 6% körül van. Ezelőtt 10 évvel 20-valahány százalék volt. Tehát a online pénztárgép, online számlarendszer, LKR és a különböző gazdaságfejlítő eszközök, ami a NAV-nak a kezében van, ez a rengeteg adat vagyon is, meg a kiaknázás, most már mesterséges intelligenciával is, ez mind arra megy, hogy végén igazából nem nagyon lehet adót csalni sem, hiszen mindent látunk. Értem. És zárásnak egy utolsó vissza az autókhoz. Mikor lesz ez az árverés, és aki esetleg kedvet kapott, az milyen felületen, hogyan tud hozzáférni ezekhez, és hogy hol tudja személyesen megtekinteni az autókat, mikor lesz ez? Nem is mondanék pontos dátumot. A NAV-nak az árverési oldalán árverés.nav.gov.hu-n, ha valaki felmegy, akkor ott látni fogja rögtön a tételeknél, hogy mikortól lehet licitálni, mikor van a személyes megtekintés, mennyi a becsérték, és utána egy ügyfélkapus regisztráció kell hozzá, ha ez van valakinek, bár mondjuk az eszébe vallás miatt nagyon sokaknak már van. Ha felmegy az oldalunkra, akkor pedig a mi oldalunkon is kell egy pici regisztrációt elvégezni, de ez egy pár kattintással megoldható, és onnantól igazából nyugodtan lehet bármilyen tételünkre licitálni.